Ülj le. Anyám. Ne beszélj, csak ülj le. Szia, anya! Ez mit keres itt? Eljött meglátogatni. Ugye miért? Látta ezt, és miután sejtette, hogy ez nekem rosszul esik, eljött megvigasztalni. Mióta kell neki téged vigasztalnia? Hát ez az. Nem neki kellene. De az egyik fiam gyilkos, a másik a saját bajával van. Ezt ne! Mindegy, egy idegen sajnálata is jobb a semminél. Eredj és hozd le azt a levelet. Milyen levelet? Amiről itt írtál. Ömer levelét a börtönből. Menj és hozd le. Anya, nem vagyok már gyerek, ne ugrátass! Te meg mire visszajövök, jobb? Tedd, amire anyád kért. És arra kérlek, mert ne vádolj senkit, ne haragudj senkire. Csak rám. Engem okolj. Egyedül. Én hagytalak el téged. Elhagytalak, még mielőtt ide kerültem volna. Minden igaz, mert én tettem. Én vagyok a bűnös. Én raboltam. És öltem embert. Bűnös vagyok. Rég el kellett volna mondanom, de nem volt bátorságom. Azt akartam, hogy ne a mostani, hanem a régi Ömerre emlékezz. Mert a mai olyan dolgokat tett, amelyekre egyszerűen nincs bocsánat. Csak egy valamit kérek tőled, mert ölj meg engem, végezz ki testvérem. Attól a pillanattól fogva, hogy raboltam és megöltem egy embert. Mert onnantól kezdve hazugság az életem. Mindig úgy emlékezz rám, ahogy te ismertél. Minden mást ölj ki magadból. Minden mást. Vége? Vége. Jó. Akkor most égesd el azt a levelet. Égesd el! Égesd el! Ő a te bátyád. Aki mellett ott van a helyed, még akkor is, ha embert ölt. Nem hagyhatod cserben, nem fordíthatsz neki hátat. Így neveltelek. Ezt tanítottam, te szégyentelen. Ezt láttad tőlem. Igen? Ezt? Örökre testvérek maradtok, jegyezd meg. Anya, a bátyám. Akkor is a testvéred marad. A halál sem választhat el tőle, a bűn sem, a szégyen sem választhat el. Együtt lesztek mindig. Inkább azt szégyellje magát, aki ezt leírta, aki ezt elhitette az emberekkel. Jobban megbántottál engem, mint a bátyád, akármilyen bűnével, mert... Te szégyeld magad, fiam! Anya! Menj a szobádba! Nem akarom, hogy tovább itt légy! Menj a szobádba!
mond, mire volt jó ez a levél? Meghallják, anyám. Nem érdekel, hadd hallják. 12 esztendő. 12 évig éltünk nélküled. Abban a hitben, hogy meghaltál, hogy többé nem vagy. Gyászoltunk. Mind a mai napig hallom ezt a gyereket sírni a szobájában, rimánkodni, hogy bátyám... Benneteket próbáltalak megvédeni. Ez nem védelem, vagy én akkor köszönöm, ebből nem kérek. Nem érted, anyám. Mit nem értek? Hogy elvetted a testvéred egyetlen reményét? Hogy hazudtál ennek a családnak és szégyenbe hoztad? Hogy a saját anyádat nem öleled meg? Hát így ne is tedd. Azért tettem, hogy Mertnek ne essen baja. Éppen így lett baja. Most még jobban összetörted a szívét. Amit a haláloddal nem tettél meg, azt az életeddel pótolod. Nekem ilyen igazság nem kell. Ne mondd ezt, anyám. Fogalmat sincs, mit tettek velem. Nem veled. Nem egyedül veled, hanem mindnyájunkkal. De ez a család nem adja fel. Ez a család nem szakad szét. Visszahozza azt, akinek itt a helye. Ne csináld. Nem téged. Ömert. Ömeremet. Azt a fiút, aki soha életében nem tenne olyat, amiket te. Egyben igazad volt. Nagyon megváltoztattak téged. Elrontottak. Kérlek, ne légy ilyen, anyám. Ki a te anyád? Én nem vagyok. Te csak ezzel vagy. Akit nem szeretek. Az én fiam viszont jöhet. Mondd meg neki. Szólj, hogy én őt várom. Az én ömeremet akarom. A saját fiamat akarom. Kérlek, anyám, kérlek. Menj el. Most. Ömer tudni fogja, mikor kell jönnie. És ide talál. És helyesen teszi majd. Akkor pedig te is megismerheted a fiamat. Úgyhogy menj. És addig ne is gyere, amíg őt nem hozod. Addig ne is gyere. Megértetted? Ne gyere többé ebbe a házba.